Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Budha születésnapi ünnepségén. Hát volt virágszírom, virágszírmos vízben való kisgyerek szobor öntözése, tehát annyi szimbólum tolult ide egymásba, hogy, hogy csak kapkodjuk a fejünket, mert hát ennyire formafüggőek vagyunk, hogy Sokkal jobban oda tudunk figyelni saját magunkra is, akkor, amikor egy ilyen kisgyereket látunk, aki így felnyújtja a kezét, mint amit én szóltam. Ugye a Buddha azt mondta, mikor megszületett, hogy égen és földön egyedül én vagyok szent. Na de ez az egyedül én, az mennyire egyedüli én, és az a kis én, vagy a nagy én. Mikor a szentek beszélnek arról, hogy én, akkor egy mindig kicsit jobban oda kell figyelni, mert az az én, ez nem az a kicsi én, amit mi szépen, pontosan a születés után így felépítgetünk magunknak, hanem az a nagyobb én, ami már meghaladta ezt a kis De ez a kis én még nagyon közel van ehhez a, ehhez a meghaladáshoz, mert úgy onnan jön ez a kis én, ez még, még az anyaghoz, ez, ez csak úgy, úgy, úgy esetlegesen kapcsolódik, és ezt látjuk is, hogy, hogy teljesen másképp visza, viszonyul a térhez, például, mint ahogy mi viszonyulunk. A kisgyerek, az, amikor eltűnik valami a szem elől, az, az egy pillanatig azt hiszi, hogy az már többé nem létezik. Megfordítva, amikor annyi minden van a fejünkben, hogy ami az órunk előtt van a térben, azt nem veszük észre. És ezért van az, hogy amíg, amíg nem leszünk gyerekek újból, addig, ahogy nagy keleti bóthiszatva mondta, nem érhetjük el Isten országát. De hát hol van Isten ország, amikor ugye megszületni már eleve, azt mondják, hogy hiba. És nagy kitüntetettség egyszerre, azaz nagy lehetőség, az a víz, amin keresztül, amiben megnyilatkozik egy picit a levegő és a föld között van, a virágszírom, ami picit föld is, de picit már illat is. Ezek az átmenetek, ezek a finom kommunikációk, ezek azok, amit gyakorlatunk során mi is megpróbálunk létrehozni, ezek azok a csatornák, amit megpróbálunk megnyitni, hogy ezt a nagyon-nagyon anyagit, amiben mi beleszülettünk és vállaltunk, és amiben lehetőséget tudunk kezelni, ezt meghaladjuk. Mert nem elég az, hogy megtanulunk járni, nem elég az, hogy megtanulunk beszélni, még egy csomó minden fejlődési lehetőségünk van ezen a világon, és erre minden gyermek minden pillanatban emlékeztet minket, főleg a sajátok, de nem csak a sajátok. Én mindenkinek kívánom, hogy ezt a, a belső gyermekét ne veszítse el, vegye észre azokat a dolgokat, amik az orra előtt vannak, érje el a felébredést, és segítsen minden érző lénynek elérni a felébredést. Köszönöm szépen. So, thank you to the Buddha. Thank you for the dharma. Köszönet a Buddhának, a Dharmának és a Sangának. So the Buddha, Shakyamuni Buddha lived around 2500 years and something ago. Tehát Shakyamuni Buddha körülbelül két és fél ezer évvel ezelőtt élt. And as you all know the story, he was a prince and soon became a king. És mint tudjuk, a történetéből herceg volt és királyá lett volna. But he had a, strong question inside. De egy nagyon erős kérdés volt belül. What is this life? Mi ez az élet? What is death? Mi a halál? Why did we come here? Miért jöttünk ide? And why we have to suffer? Miért kell szenvednünk? So these questions didn't give him rest. És ez nem hagyta nyugodni ez a kérdéskör. So he left his wonderful situation and start to look inside. És elhagyta a nagyon jó élethelyzetét és befelé nézett. He finds some answers not just not just for himself for all of us. És ezért uh, megtalált egy csomó választ, amit nem csak magának, hanem nekünk is a felszíne hozott. So we walk on the path of uh, the Buddha, walk the path for enlightenment és hát ezért tudjuk most a megvilágosodás ösvényét járni, amit Shakyamuni Buddha kezdett el ebben a történelmi korban. So he gave us three medicines, three jewels. És háromféle gyógyszert vagy orvosságot adott nekünk. He gave us the Buddha, this silent mind. Az első a Buddha tudat, amely csendes és nem mozdul. He gave us the Dharma, it's the mind light. A második a tan, a tanítás, amely a tudat fénye. És a sangha, ami a közösség, a csoport, ahol etikus és helyes irányt követő viselkedés van. So after he left, we had the statues, the Buddha. Miután ő eltávozott, a szobrok maradtak utána. Actually nowadays every company have a logo. Mostanság minden gazdasági társaságnak valamilyen logója van. Logo need color and shape. És a logónak kell egy szín és egy alak. Then it's stuck in your mind. You understand once you see the shape or the color, you understand what this company is about or what is company. És ez úgy megszokott ragadni az emberek tudatában, hogyha látod a logót, akkor a színről és a formáról eszedbe jut a gazdasági entitás. So when we see the Buddha statue, it reminds us Our true És amikor a Buddha szoborra nézünk, akkor az emlékeztet az igaz természetünkre. És ezért nem éppen a Buddha előtt hajolunk meg, hanem az igaz természetünk előtt.

naturally love mind and compassion mind appear. És természetszerűen megjelenik a szeretet és az együttérzés. So for my point of view, actually we celebrate today love and compassion. És ahogy én látom most ezen a napon a szeretetet és az együttérzést ünnepeljük. So we should all practice and develop this love and compassion mind and help each other. És én remélem, hogy tovább tudunk együtt gyakorolni, kifejlesztjük ezt a szeretetteli és együttérző tudatot, és ezzel segítünk egymáson. So, as I said yesterday, I was practicing at uh, under Zen Master sungsan and one time a woman came and asked him, Zen Master, how come that the people, we were practicing on the third floor and under us was the Teja Kwanja, which means five big Buddhas. And people are coming and bow to the Buddha and ask all kind of requests. És egyszer, amikor még Fagyeszában, Kóreában gyakoroltunk, Sung Zen mester közvetlen tanítását követve, egy nő kérdést intézett a zenmesterhez, mi a negyedik emeleten gyakoroltunk, és a harmadikon volt a T. John, a nagy szertartás ahol öt hatalmas budha volt, és a koreai hívők rendszeresen odajöttek, és különböző kívánságokkal a fejükben leborultak a budhaszobrok szobrok előtt. And many people, especially women, did lots of bowing and chanting, and ask all kinds of requests from the Buddha. Please, Buddha, let my uh, husband get this wonderful job, or my son to accept the university, this kind of university. Many, many kinds of requests. És ezek a hívők e, sokféle kéréssel fordultak a Buddha felé, és rengeteget énekeltek, és nagyon sok leborulást tettek azért, hogy a férjük például jó állást kapjon vagy a gyermekük bejüssön egyetemre. And after a short time things really happen. He got the job, he got the university. How come? És egy idő után ezek meg is történtek, bejött az állás, megtörtént a sikeres felvételi az egyetemre. So then was the sun said something very interesting. He said their mind energy. When they bow and they ask, they get what they want. És erre Szunkszánzen mester nagyon érdekes választ adott, ez a tudat fókuszált energiája. Mert amikor meghajolsz, és ez van a fejedben, akkor előbb-utóbb a fókusz és az erő miatt meg is kapod. So as much that we are practicing Buddhism, follow the path, gaining more and more energy, mind energy, then we can request something, then we can achieve it. És ahogy gyakorlunk, és a tudatunk energiája egyre tisztább, összpontosítottabb és erősebb lesz, úgyhogy ha kérsz valamit, akkor ez megvalósul. So we all have the potential. It's open for all of us. És erre mindegyikünknek megvan a képessége. We are all lucky that we can come here and practice. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy itt gyakorolhatunk. So we practice continue and make each other happy and helpful itt És remélem, hogy folytatjuk a közös gyakorlatot, mely boldogságot hoz mindannyiunknak, és ezzel tudjuk segíteni egymást. Thank you very much. Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit. Buddha születésnapja az az igaz természeted világra jöttének a napja. Melyik nap születik meg a kis Budha benned? Vagy letakarod karmával, leborítod a reménytelenséggel, felborítod a félelmeiddel, mi lesz a kis ott belül? És a külső Budha valahol emlékeztetnie kell minket a belsőre. Mert ha nem, akkor ilyen intelligensnek tűnő tápcsatornaként járjuk az élet cseccsúgos útjait, és egy lépést nem mentünk egyenesen. Semmi más dolgunk nincs, mint hogy azt a pillanatot felfogjuk, amikor a születés és halál megtörténik, amikor a nyeresség és a vesztesség megtörténik, és ekkor előbb-utóbb a látás által uralhatjuk is ezt a pillanatot. Igen. A harmadik emelet nagy termében, a T. Te nagyon sok kérés teljesült. A negyediken csak egy kérés volt, hogy érjük el mindannyian a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Ez a legnagyobb kérés, és ezt magunknak egymásért kell teljesítenünk. Minden kisebb ebbe belefér, ami ezt nem rontja el. Sok érdekes tanítás hangzik el a Mahajánában, és az egyik, hogy ha megszülettél, az már hiba. Ez így kicsit ugye emlékeztet arra, ami a dom túloldalán a nagy kupola alatt elhangzik. Az az eredendő bűn, ami a dogmatika szerint ugye az ide a létbe lehoz minket. Csak a karmáról való nézet keleten gyökeresen más. És minden hiba javítható, kivéve, hogyha letakarod a szemedet, vagy elküldöd a látóhatáron túlra a hibát. Úgyhogy az, hogy megszületünk, az azt jelenti, hogy valamilyen karmát lehoztunk erre a földre. Ez nem hiba, nem bűn. Ez a hajtóerőd. Ez az üzemanyagod. Képzeld el, hogyha egy szeneskocsinak a fűtője és egy előttelévő mozdony vezetője nem értenék meg egymást. És a fűtő azt mondaná, hogy ah, nekem ez a szén így feketén így jó. A mozdonyvezető azt mondja, nekem csak a kazánnak a vörös lángja kell és a heve, és te ne nyúlj ehhez hozzá, mert az a nagy fekete szén, az a szénhalom, az ott nekem nem tetszik. Mert berakni a karmádat az éberség tüzébe, és akkor elindul a szerelvényed. Mert meglátni, hogy mi az a kicsi én, amit lehoztál, de ezt csak a nagy én vagy nagy éntelenség tükrében láthatod meg. És akkor bemered rakni a tüzelőt a kazánba, akkor mered elégetni a karmát a saját motivációt kazányában, mert egyszerre vagy a fűtő és a mozdonyvezető, és mögötted van 1200 tonna szerelvény. Több száz vagy több ezer ember, aki függ tőled, és akitől te is függsz. Akiknek a tudatállapotát a te tudatod állapota közvetlenül vagy közvetve befolyásolja. Amikor valaki szerzetes lesz, a hagyomány azt mondja, hogy hét generációnyi karma emelkedik a megvilágosodás felé, mert egy ember a megvilágosodás ösvényét járja. Itt nem kell levágnod a hajadat, és koreai buddhista ruhát öltened ahhoz, hogy akár teljes életvitelszerű tevékenységgel gyakorolj. Ez most már azzal a 20. században kezdődő folyamattal, ami most is tart, mindenkinek a lehetőségei közé tartozik. Lemondhatsz úgy a világi dolgaidról, hogy később visszatérsz oda. Egzisztenciát válthatsz úgy, hogy később nem fog megróni senki, mert visszatértél oda, honnan jöttél, de már nem ugyanazzal a tudattal, amivel ide jöttél. És valahol a mahajánában ez a cél. Nem tűnsz el a nirvanisztikus alkonyatban, a lemenő napföldjén, és amit ha nevét recitálva nem mész be a nirvánába, ahonnan vissza se jössz. Igazából meg kell járni a zenkör mindegyik fokát, és nem lehet kihagyni egyiket sem. És a buddha születésnapja azt jelenti, hogy legalább egyszer évente emlékeztetjük egymást arra, hogy milyen lehetőségünk van. Mert hogyha nem öltünk föl emberi testet, akkor a felébredést sem érjük el. Ha a szenvedés szenét nem tesszük be a gyakorlat kazányába, nem haladunk az úton. Hogyha nem vállaljuk fel a tökéletlenséget, nem is fogjuk a tökéletesség felé vinni magunkat. Ha nem fáj a mulandóság, akkor nem akarnánk meghaladni. Kezdő gyakorlóként én nem hittem el, hogy egy-egy mester azt mondja, hogy ezen a földön minden úgy jó, ahogy van. Nézd körül, ez így jó, ahogy van? Igen, lehet, hogy 7 hektáron, nagy munkaárán, most, ma így jó, ahogy van. De nyisd ki jobban a körzőt, egy nagyobb sugára. Úgy jó, ahogy van, már Esztergomban, vagy az országban, vagy a földrészen, vagy az egész földön, ez így jó, ahogy van. És hogyha ragaszkodsz a kicsi énhez, akkor van jó és rossz. Hogyha pedig meghaladod ezt, akkor látod azt, hogy mi teremtjük ezt az egészet. És az, hogy a jó és a rossz, a szenvedés és a boldogság általunk teremtett minőségek, ezt nem tudjuk másképp tapasztalni, csak akkor, ha beleszületünk a saját, tökéletlen, mulandó és függő emberi testünkbe, azzal a lélekkel, amely tud arról, ami ezen túl van. Azzal a tudattal, amelyik ezt meg akarja haladni. Tehát légy hálás az ellentéteidnek. Légy hálás a megoldatlanságaidnak, hogy visznek előre az úton. És az az érdekes, ha ezzel szembenézel, ha elismered, meghaladod és mások segítségére használod, akkor kezd el a világban rendeződni minden, mert benned is rendeződött. És hogyha a mikrokozmoszban rend van, akkor a makrokozmoszban is rend van. Ezért kívánom azt, hogy együtt gyakoroljunk minél többet, minél többen, mert itt a mennyiség és a minőség egyszerre van jelen. Egyszerre kell sokat tenni és jól gyakorolni. Tiszta tudattal lenni, és egy pillanatra sem kihagyni, félrecsúszni vagy szétesni. És akkor az élet és a halál kulcsfontosságú kapuit teljes tudatossággal léphetjük át. Ezt kívánom mindenkinek. Köszönöm a figyelmet.